folytatjuk a The Great Eastern Chronicles. Már befejezzük a negyedik epizódot. Az meg lesz utána olyan egy négy epizódos Rance Magazine. De időre is sorrendben fogunk csinálni, úgyhogy csak hatos. Hármas, ötő, vagy nem, várjunk. Ezt még megnézem majd későbben. Talán úgy volna, hogy hatos, hármas, ötös, négyes. Fársések történtek. Jó, van akkor engedélyezze a második zsűri vizsgálatot. Persze, hogy azért nem tartom be lyukat a bizonyítékba. Ah, csak leállottam. Magyar azok ki van, de ott biztos. Kérte meg a nőt is oda? Nevet kéne oda járva, úgy ki lehetett. Minden megkevetem, különben végig apelni. Jó. Akkor miért tudod kérem tapni? Vádlott bizonyítékot hagyott maga után, de a három könyvben. Még hogyha dob a könyveket, nem lehet semmi közel, mert be volt zárva az ablak. Thank you.
Hold it! Ugye be jövő je... Van, mert nem emlékszik. Vagy a memóriát vissza kell vagy nyerni. Hold it! Még van közel az, amiről szó van? Utolsó... Tényleg tudjuk. Volt gyertyája a tortán. Adja a tortot. Igen, friss volt te nálad. Bizonyan megfászatott. A tűztől. Az ablak. Igen, de olyan nagyon megfásztott. Ez egy fontos információ. Jó, már azt nem kell lefordítani. Tudom, hogy jövök be. Masszú. Na, itt van az elbontás. Na, pontosan ISB. Mindjárt nem tudom, miért elmondás. Úgyhogy... OBJECTION! Hallottam, mit mondott a hatos zsűri. Szeris napján. Kinyitotta az ablakot. Pontosan.
lesznek, tehát kinyithatták az ablakot. Excuse me! Van valami pont adnál? Lebukott, amikor azt mondtam, úgyhogy neki. Tehát van. Nyitják az ajtót. Persze, hogy értek egy szalmat. Tényleg kinyitotta az ablakot? Ha megégett a szennyek, akkor ki kellett, hogy nyissa az ablakot. És hogyha így van? Igen, már jött. Ablakok kér? Akkor... Hold it! Itt a bizonyíték rá, hogy elégett a könyv. Beadtad a fényedre azt a könyvet? Élvezte az olvasást. Nézd, mi nem elmítetted? Nem, melyik ez? Excuse me! Yes. What's wrong? My make is a problem. Szóval az ötlet csíztámat kaptak. Felségek nem igazán nyugodtak. Fontos lehet.
Hát nem tudom, hogy ezt most lehet egyeztetni valamivel. Remélem, hogy ez a helyzet fasz. Objection! Valami kapcsolódás itt. Egy csisi alternatív van. Alternatív magyarázat. Tudja, hogy volt lesz szúrva. Talán nem csak a könyv volt tőle kidobva. Egy is a Mrs. Guider több minden dobott ki, dobott a fejéhez. Nincs igaz bizonyítékom, de muszáj tovább menni. Amit találhattak még az... Ja, csak ennyi van jelölve. Ez az lehet. Take that! Ezt a kés. Láttad korábban? Kiesett a könyv és a kés is az ablakból. Ki kell ejtenünk, hogy van egy Miss Guardian közel gyilkos. Stefan és így. Ne, és egyetért. És az én javamra fordultok, ott kell megint.
Megcsináltam. Oké. Még kell... Két fogom már sokkal keresni. Már megint borozik. Már megint komédia. Ezt már meg ez a dobja. Víc? Szóval az utcán de kellettek. 15 yard a házoktól a Briar utcán. Ez ami 14 méter. Az ő kezében volt az a könyv. És 15 yardra volt a Guy Dead Hostel. Mert ilyen távolságban nem tudott, a kis nem tudott volna odáig elérni. Francban, még ez is se. Az akadályban küzdött. Hát igen, szóval alternatív magyar szóták, meg kell még vizsgálni. Meg kell venni a négyes számú zsűrt, hogy tegyen valomást. Irreguláris. Hát, ezzel nem ért egyet. Szükségtelen? Szóval... van szemtanú. Ha igazok, az amely azt biztosan láthatták volna. Na jobban, már kevésbé fáradt. Szóval nem volt a rendesség.
elutasítják a javaslatokat. Az ő van, valamásokat kell meghallgatnom még itt. Nem tudok valami az alternatív magyarázatokat. Látták volna, hogy ez igaz lenne a váltás. Nincs mit mondani. Akkor nincs kész, mint. Elnézhetően, hogyha egyetlen mosta. Stop, nincs kész van. Nem keresed egy kifogást ebben. Hogy ez az ablak, hogy jön ki. Úgy értse ki, hogy egy kis ideig megtartsa, hogy a híre bejöves. Szerintem megakadályozza azt, hogy itt van maradja. Vagy csak nem tartja meg valami. Hát ajtó alapján csak a Briar Road bal oldalán, de tudott volna leesni a könyv és a kés. És ha jobb oldal van az állat, akkor ez szopás. Tehát ez nem tud elérni 17 yardra. Csak valaki nem hazudik. Hold it! Hogy lehet, hogy egyszer nem biztos. A könyvecské a kérdés a válasz. Na, hát minden bevezetek. Ne egyek közel.
Ez az is ez. Szükséges is. Majd fel kell használni. Dominic Gaysman. Abba. De egy felfelé húzható ablakjuk van. Hát amiket dobhatott a négyes számú zsoly, az ide, annak bal oldalra kellett, hogy essen. És egy... És a támadást azt a jobb oldalon csinálták, vagyis... Ha igaz, amit említenek, akkor ez szopás. Excuse me! Valamit hozzá tudsz adni? Megváltozott az arcod valami. Szerencsések voltak? Ott volt a posztin, az a járdánál. Nem tudom, hogy mit adott, mit ért. Pontosan, de a bét vitt az legyőzésén. Ez így is fel megváltozott. Hold it!
Hát ez egy csillag. Nem vették észre, hogy leesett volna a könyv vagy a kis. Ahogy a rantagos így. Biztos volt, hogy semmi nem szól. Hol itt? Egyszer voltam messze. Biztos sokat nem belesem, nem szólja. Hold it! Nincs így jelente. Hogy találhatok meg az áldozat? Másolat? Mit lenne a kezében? Nincs ebben a mondatában. Úgy tűnik, még nincs végig. Most kérdeztem valamit. Kétekedünk benne. Meg szép. Hallani akarja. Úgy hittek egy gebe. Hold it! Nem látod se így, égek követ se így, kis. Thank you.
Excuse me! Van valami probléma? Mi jár a férjén? Ezt is így az történik. Szóval van ki egy rózsája, vagy egyik a virága, mondjuk a virágnak. Volt egy virágja, amit ajándékozni akart neki, az évfordulójuk alkalmából. Romantikus. Ezt köztük van. Meg kell kérdezni a virágok kapcsolatban. Ugye ez olyan pont közel valamiért. Hold it! Igen. Eltette a virágját. Idéges volt. Sokkolva volt, amikor meglátta azt, akit megtámadtuk. Szóval közel volt a testhez. Vagy második oda került a virág. És elfelejtettem felvenni azt a rózsát. Szóval az azt, hogy ezt felvette. Szóval Garedev otthonánál baloldali Briar Roadnál való járdán találták. És azt gondolom, hogy nincs közel a támadáshoz. Hajlandó beegyezni, úgyhogy ezt veszi a bizonyítékba. Vissza akarja kapni azt a rózsát. Na, itt most már tudok elmondást mondani.
Már csak? Területetlen találtam itt. Ja, hoppá. Objection! De az nem lehet, hogy nem jelenthetté volna semmit. Ha igaz, amit mond, akkor miért nem beszélt róla Mr. B? Ezt üdvözött Scotland Yard életéről. De úgy tűnik, van messze. Most nem a virágon van, csak így szó. Valami hiba adódott. Ha ott volt a virág, akkor a könyvnek is ott kellett lennie. Pontosan ott. Hát a baloldali járdán. De még, mégis a jobb oldali járdán találták. A másik oldalon, a bal oldali járdán volt megtalálva az arról. Aki bizonyára megmozgatta a bőti helyszínét. Hát ezek szerint azt akarom mondani, hogy a párja hibát követett el. Ez bűncselekménynek számít, hogyha valaki elmozdítja, és manipulálja a bizonyítékot. Ugye elmozdítja azt a bizonyítékot a helyéről. Objection! És van, ki manipulálta a bizonyítékot? Vagy a bűncselekményt? A kérdése, a válasz pedig Rolly Beat. Take that! A zsaru tette. És miért tette volna ezt? De 15 perc elég idő lett volna, hogy valaki manipulálja a helyszínt. Ha történt volna valami, az biztosan látta volna a zsor.
Még az utas kiemelkült a fádot. Most már be... Két fádat elmondom. Most már... Egyszer azt hiszem, hogy másszer támadta meg a nőtől. Aztán még azt, hogy manipulálja valaki a helyszínt. Még szándékot is kikerülte. Yes, no. A kellett, hogy legyen valami oka. Igen, megvádoltam egy zsarit. Majd van kerülök, hogyha rossz választ adok. Várjunk, csak gondolkodj! Az eddig az, hogy manipulálja a helyszínt, az ugye elrégy. Várjunk, ez nagyon bizonytalanító, becsapós. Gondolkodj, lehet, hogy rosszul fogok válaszolni. És akkor veszítitek kettőt. Jó, csak az oka. Gyerünk, ok, ok. Jaj, ne. Gondolkodj, gondolkodj. Nem leshetek majd az csalás. Hát tudom, hogy bal oldalról, jobb oldalra kérdít a hulla. Talán a bukki. Mi? Na, tényleg elfelejtettem. Ezt az egyet tényleg elfelejtettem.
Jó, van, legyen a könyv. Jaj, ne! Ez sem az. Nagyon becsapós volt ez a kérdés. Na most! Hát ez volt az. Igen, nem volt, és ott volt. Mindig kiadszakad, hogy egy. De nem ott volt leszúrva. Akkor hol volt valójában az igazi támadás? Az itt. Take that! A másik oldal. Hát a világot nem mozdították el. Objection. Igen, köd is volt. A nyugati oldalon volt, amiről van szó. Igen, de akkor mozdíthatta meg, amikor még volt az időperc, hogy bizonyára már itt ott van. A jobb oldalra tisztált. De van figyelme, kívül hagyott a csarú. A virág. És a bizonyára nem láthattam. Na, miért te tudsz elmondani? Ez egy Rolly Breakdown. És holnap nem tudod aludni.
Álma volt. Mi volt velem? Nem volt álom. Húlá megmozdítani ezt nincsenek. Miért tennél ilyen? A te dolgod el megvédeni a szemed. Valami magyarázat erre. Az emberi érzelmek ugyanazok, még hogy akár japán, akár mi. Én meg gondolatlanság, az mi motiválta volna őket? Mászi, ez. Take that! Most őket sem japán volna. Ez egy különös napja volt. De vajon mi várhatott a fejébe, amikor meglátta minket itt? Hát biztosan az évfordulójuk. Hát vizsgálatot kell elrendelni, hogyha történik valami rossz dolog. Nem volt a határ. Most ahol területét történhetett a dolg. Hát
Először volt a zsaru. Akarta jól végezni a dolgát. Sérinteni is akart. Igen, ő kellett, hogy hívja a zsarukat, és 10 percre akkor eltűnt. Magútól kértek a szavak. Most jön Brigga. Sajnálja. Valakat a küldői vacsorára tudod, hogy az incidens a területed van. Nem akart olyan be a... mi a... zéfordulókat. De tudta, hogy el lesz maradva, hogyha jelenteni kezd. Biztos volt benne, hogy meghalt. Igen, elvesztette a... biztos. Igen, ő követett hívát, hogyha a virágot elvesztette. Biztos, amikor elhúzta, akkor eltűnt a... Rusa közelbe. És hány követ védte el onnan? De, az tényleg négy volt. Szóval úgy volt a kezében. Már régen fogta a könyvet. Vett róla, hogy az ő kezében is maradjon. De azt látták, hogy... de a vádottat azt látták. Akkor is. Azt gondoltam, hogy nem lesz semmiféle különbség, hogy még el is mozdítson.
Nagy, hosszú. Zonolt. Egyelőre most az öngyői. De majd a rendőrségnél kapnak vagyját is. Azt akar lenni nagyobb ütősségben, ez így bájó. Igen, ez kell neki. Minden adat felhoz. Szégyez meg. Minden egyes nyomozás. És ne kövessen meg ezt a hibát. Meg még nincs végén. Mindig Natsu meg a vádom. Nem értek egyet ezzel. Most hogy tudjuk, hogy ott adjuk az incidens, ott valaki más is. Ki felelősségét a hárbatámadás. Ezek szerint a lehetséges válasz az érvényes, kell, hogy maradjon. És ki követhette a gyilkosságot? Joe! Take that! Hogy kiderítsük az igazságot. A négyes számos időt kell megvizsgálni. Most megkérni arra, hogy tegyen valomást. El volt utasítva korábban, de most változott a helyzet. Béka! Erőszakos volt állam fejében. És semmilyen ki tűzödött ki. Semmilyen ki kellett, hogy nyissa az ablakot. És kidobta az ablakot ezt a könyvet. Nagyon dühös volt. Azt gondoljuk, hogy nem csak könyvet dobtál ki, hanem kist is. Úgyhogy látod ezt a kés? Objection. Van egy gyermek.
Tehát 20-ból késő, tegyél valamit. Több fajta. Viszont kifogás. Kétszer. Bizonyítékot akkor. Köszi, Mr. Ziggs. Hát, hogy mondom, hogy nem érdemes hallgódni rá. Az utolsó alvás. Most már ebben nem veszíthetek. John Gerger. Mondhatta volna azt is, hogy egy szolgáló. Na, hogy elrejtegesd a szívasságot? Csak hogy a fője is megjelent. Ő is eljött ide. Hát a négy térdemes energiafáj, de ez nem érdekelt. Az a szolgálj, de fáros már kell jobba. Igen, de elismeri, hogy sok mindent adott rá. Gondol,
Úgy gondolom, igazam, akkor bizonyítsam be. Most meg kell bejönni, szíves. Itt az idő. Igen, elismeri, hogy elesett egy gyertya okozta a tüzet. És ki kell nyitja az ablakot. Hold it! Kérlek, nem is ezt. Nem esik jó. Még, hogy nem vagy születék. Hát dolgot találok. Kenyeret, káposztát, garnélet. Törölközölt a szivacsot is. Excuse me! Valamit hozzá tudsz adni? Mr. Gaiden. Valami elfér. Most a pipát kell jól megnézni. Mert ez ketté volt törve, az a pipa. Valami kemények között. Meg kell kötöznie. Egy fontos lehet. Legalább megvizsgálhatnánk a pipádat?
utolsó bizonyíték, amit kell lenni fog. Most vizsgáljuk meg ezt. Van itt egy kis darab. Itt a pipájába kell. Na igen, ez az utolsó bizonyíték, ami szükség volt. Úgyhogy a végső támadás. OBJECTION! Megnézted ezt? Ez is lehet egy bizonyíték. A pipából. Mi közel neked? És mihez tartozik voltaképpen az a metál, ugye vasdarab. Ehhez. Take that! Nem ez az ügy. Ez a törött kép. Ez egy gyezi. Őket is egy gyezi. Varázslat. Ez csoda. Szóval is állít már.
Amikor megjelent bizonyára, akkor eltörhetett. És így landolhatott a pipával. Egy millió az esély. Később már biztosan kieshetett az ablakon. Mi aztán eltalálhatta az áldozatot. De az ász, hogy ezt megint tiltakozott. Ez csak elmélet. Megint feltette a lábát. Ez nem jelent jó. De hába volt szólva. Hát, megint ugye pofosztok. A felülről eltalálták volna. Akkor nem lehetséges, hogy hátba támadták volna. Vagy hátba lett-e volna szó. Hát akkor a fejére lehet volna leszúrva, hogyha csak egyszerűen áll. Vagy cél van. Talán ott a fejére van célozva. Csak az elméletében van valami, amit figyelmen kívül hagyott. A hívás, amit mondok, akkor a szajmi üresek. Vagy... Ugye a hibás emléletet el kell törölni, és valami új emléletet kell előállni. Hát a bizonyítékot jobban meg kell nézni. Tiltakozom. Az eltelés a vég nem biztos, hogy rossz. Csak másik mutatta kell válni. Az inkább teszt. Normál esetben, de
rendőr fején találta volna. Tehát azt kell... arra kell rájönni, hogy amikor kiesett a kés, akkor hogy utalhatta a hátba. Ez utolsó pászol. Rakjuk ki. Kérdése a választ, ez adja meg. Take that! Ez az utolsó bizonyíték. Az égek könyv. Igen, az látható volt, hogy fogta a kezében azt a könyvet. És ő gondoskodott, hogy úgy is maradjon. Viszont... igen, de amikor elmétette még. Így találta meg. Igen, a valóság az benne volt. Tehát már igen, felvette a könyvet. Még akkor, miért még megszenvedte volna a sérülést. Hogy kerülhetett a kezébe a könyv? Na kezd érteni, hogy mi lesz. A Adam volt. És az átosok bizonyán megadta azt a könyv, égek könyv. Előtte volt az a könyv, amit elég kidobott. És akkor mit csinálhatott? Mit csinálhatott, hogyha meglátta azt Járdán? Igen, valahogy így felvette. Tehát ha leesett volna kis és eltalálta volna az áldozatot, a fejére esett volna. Ha csak! Nem hajol le valamiért. És amikor fel akarta venni, már akkor történt a baleset. Leesett a kés, egyenesen a hátába. És abban az időpontban... a nő egyszerűen csak elesett. Azt nem vette észre bizonyára, hogy lezuhantott. Az egész csupán egy véletlen baleset. És ez az igaz, valódi igazság. Na ez egy baj kellett adni. Na, ez mit szólsz?
gyanús volt neki. Aztán ezzel tudta elkezdeni, hogy ilyesmi történet. Nem akarta, hogy ez történjen. Ezek ez az ő hibája volt. Mert túl erőszakos volt. Mert dobta a könyvben a kést is. Túl kövér, hogy elbírt. Elsőtt. Hát emiatt más nem tették más, mint hogy letartóztatják John Gary Devent. És most is itt tettük, ő volt a franchise legrosszabb zsűri tagja. A jó hír pedig az, hogy az áldozat már jobban van. Most már kérlek elnézést, hogy csinált megvádolt. Most bocsánatok kérte el végre. És jó akar bocsánatot kérni. Amikor az ember általában volt veszélyben. Azt hitte, hogy hallott a nő. Egy éve, hogy legyük a nyába jött. Arra nem tudod, hogy jó életet kapni. Azt gondolta, hogy mindenőtt szemek üldözik. Elképzelései. Én nagyon elvakítottam. Azt hitte, hogy szemlemek. Nem kellett volna elrohannia és elejtenie. Mert orvos kellett volna hívni. Ezért ki elnézést. Hogy elrohant. Akkor most itt az idő, hogy zsűrik döntsenek. Most ténylegesen.
Most a negyedik zsűrtagot a férje helyettesíti. Ha kiesik egy zsűrtag, akkor valakinek helyettesítenie kell. Igen, két száj. Jobban beszélek, mert ez jobbánból úgy mondják, mudzáj. Na, először véve így a dolg. Tehát ez jelenti a nem bűnös ítéletet. A vádlott nem bűnös. Egyelőre. Most szabad ember, egyenlőre. És folytathatja a beiszkedési kultúrába. Isten elsírja magát. Tárgyalásba elkezdve. Hát még 10 percig biztosan el fog ezt tartani. Vakú! Most mi a baj a rendes nevemmel? 4J 4H No 4L Nem bírja megszúrni az erőteit. Mindegy, aki figyelt, nevetett rajta. Anekdota, to teď je. Sherlock Holmes. Lemaradt. Még fényben is nem jár. Sem állt jó. Miatt a kell tetulásni, hogy borzalmat.
De ha még egyszer fel kell, mert az még sokkal le. Lesz majd neki. Mert az elrohanás miatt tehát nem okolhatjuk őt ezért. Azt hiszem, hogy viselkedett. De itt nincsen fény oldal. Még mindig el van állkozva. Szem. És a kacás hínyt. Akkor egy van, hogy nem vagy bűnös. Kaszasztán, hogy kész, megvédjük. Jaj, ne! Már megint! Hát ezt most miért kellett, baszki? Egyszerűen nem lehetett volna megmondani. Vissza akart élni Japánba. De az nem lehet ki, hogy a rejtés idegenne, aki ugyanazon szálláson volt, mint ő, annak mi köze ez az egészhez. Meg az is úgy, hogy megemlítették. És így nem volt a pere. De egy hét se tette, hogy végeztek a Nagy-Britanniába. Odaadná-e a szállását? Valószínűleg kell te elkölni. Az, hogy el akar hagyni azt a házat. Nagyon fulasztott a hely. Nála akar-e szásolni? Thank you.
Igen, de minket ő még... Örül, hogy találkozott vele. Ja, elég a 2 órát. Két az, hogy egy Baker Street következő állomása. Hát, mert idégét teszünk. Itt akar a keresztánsolni, úgyhogy itt folytassuk a munkát. Kiváló hely. Most se lehet, hogy átadjuk egy biztonságot lehet. Szuszi! Csak aztán tudja, hogy van már később. És itt igazság Londonban. Jó, hogy tud biztosítani, de ott van sötét sincs. De a legsötétebb ágy van. Itt Londonban. Igen, ki kell dejteni, hogy mi a rosszaságok mögött. Igazán, mert még az nem derült ki, hogy vajon a váltok, amik így szabadon távozhattak, azok mi haltak meg. Ez a legfontosabb kideríteni. Az egész The Great Ace Attorney részben. És ezzel majd jön az Adventures-nek a fináléje. De az nagyon hosszú lesz, úgyse 10 órás. És úgy 9 része lesz osztva, remélhet. Nem, 8 része. Remélhetőnek. Mennyi volt már, iratkozzatok be a csatornásomat, akkor egy lájkot, és minél hamarabb a lent meg, ezért kiviszem.
Úgyhogy búcsúzom is. Szevasztok.